Maja Lönde, Hónővér, 18. fejezet. Úsztam. Gyors úszásban egymás után tettem meg a hosszukat. Oda-vissza, oda-vissza. Csak levegőt venni jöttem fel a felszínre, amúgy lent maradtam, éreztem, ahogy mozgás közben az arcomnak áramlik a víz. Ez az egyetlen hely, ahová mehetek, gondoltam magamban, elrugaszkodás közben. Az egyetlen. Otthon ugyanis még mindig olyan szomorú a hangulat, az iskola már bezárt a szünetre, Johnékhoz pedig nem mertem odaállítani, miután így viselkedtem. Nyilván már nem is vagyunk barátok, gondoltam. Egy karácsonyi ajándék ide vagy oda, pedig nem javít a helyzetem. Az utóbbi időben egyetlen hely maradt, ahová járhattam, a Gaj villa, amely valójában nem is létezett. Az egyetlen barátom pedig Hedvig volt, aki szintén nem létezett. Mivel ő csak egy erőt kellett vennem magamon, hogy a gondolatom végére jussak. Mármint, hogy Hedvig, az egyetlen barátom, egy kísértet. De hát az hogy lehet? Ilyen elvileg nem létezik. Hogy a Gaj villa olyan fantasztikus hely legyen, szobáit melegség töltse be, és minden zugában karácsonyi díszek sziporkázzanak. Majd minden egy rakás pókhálóvá és porrá váljon. És hogy Hedvig ott legyen velem, mint egy eleven ember, nevessen és szeplős legyen az orra, holott már 50 éve eltemették. Nem, ez képtelenség. Mégis megtörtént. A Gaj villa és Hedvig ugyanolyan valóságos volt, mint én magam. A ház a legmelegebb és leghangulatosabb hely volt, ahol valaha jártam. Hedvig pedig a legelevenebb ember, akit valaha ismertem. Annyira hiányzott, hogy ez már fájt. Vajon ő mit mondana erről, tűnődtem el, mit szólna ahhoz, hogy egy kísértett ház és egy életteli kísértet jár a fejemben. Biztos olyan szélesre húzódna a mosolya, hogy látszana a hézag az előső fogai között, ráncolná a szeplős orrát, és azt mondaná, igen, tudom is, különös. Mondaná. Különös, hogy ilyesmi megtörténhet, pedig elvileg lehetetlen, mert hát több dolog van a földön, és égen, mint amire mi ketten magyarázatot tudunk adni, és ennek igazából örülni kell, nem igaz? Hogy a világ tele van megmagyarázhatatlan, fantasztikus dolgokkal, amiket nem értünk, ezért érdemes élni, Noel. Nem így gondolod? Hiszen ettől olyan izgalmas az élet. Biztosan valami ilyesmit mondana, de nincs itt, és azért nem mondhatja, mert meghalt, és kint fekszik a temetőben, ahogy Juno is. Úszás közben néhány kérdés újra meg újra felmerült bennem. Miért találkoztam Hedviggel? Miért állt ott az úszodán kívül, orrát az ablaknak nyomva, és miért nézett engem? Talán tudott nekem segíteni valamiben? Vagy én neki? Nem, ennek nincs értelme. Volt néhány szép napom, igazán csodálatos napom, és már kezdtem azt hinni, hogy jóra fordulnak a dolgok, és hogy idén is lesz igazi karácsony. De mintha Hedvig csak azért bukkant volna fel, hogy a bolondját járassa velem, mert nem fordul jóra semmi. Semmi. Egészen addig úsztam, amíg az úszómester meg nem kért, hogy induljak, mert zárnia kell. Lassan ballagtam hazafelé. Aznap nem volt nagyon hideg, néhol olvadt a hó, és szürke latyokká vált az utcákon. Éreztem, hogy beázott a bakancsom. A hó tulajdonképpen csak víz. Jaj. Vacsorára kétszer sültet ettem, egyedül, a konyhában. Az asztalon ott állt az adventi gyertyatartó benne a 4 fehér gyertyával. Ma sem cserélte le őket, senki lilára, és nem is gyújtotta meg őket. Így semmi értelme az adventi gyertyáknak, ahogy a karácsonynak sem. Sietve felálltam, kihúzgáltam a gyertyákat a tartóból, és a szemétbe hajítottam őket. Holnap már december 23-a. De lehetne egy novemberi hétfő is. Nyoma sem volt a karácsonynak, sem születésnapnak, a kettő nálam gyakorlatilag ugyanaz. Én tettem egy kísérletet, de ha senki más nem próbálkozik semmivel, akkor egy fabatkát sem ér. Elegem lett a száraz kétszer sültből,
Azt is kidobtam a szemétbe, és elmentem lefeküdni, anélkül, hogy anyáéknak jó éjszakát kívántam volna. Azt hiszem, annyira szomorú, dühös és elkeseredett nem voltam sem korábban, sem azóta. Még Juno halálakor sem, mert persze akkor is sírtam, de legalább vigasztaltak. Túl szomorú, dühös és elkeseredett voltam ahhoz, hogy beszéljek. Túl szomorú, dühös és elkeseredett ahhoz, hogy sírjak. Ahhoz meg főleg, hogy aludjak. Némán feküdtem az ágyon, és szinte úgy éreztem magam, mint aki megbénult. De aztán, miközben arra gondoltam, hogy többé már soha semmi nem lesz jó, hallottam, hogy nyílik a szobám ajtaja. Apró lábak tipegtek a padló deszkáin. Az egyik deszka megnyikordult, a két láb megállt az ágyam mellett. Megfordultam. Augusta volt az, a kis húgom. Szia, suttogta. Szia, suttogtam vissza. Te sem bírsz el aludni? Kérdezte halkan. Én sem, feleltem. A karácsonyon gondolkodom, mondta. Tényleg? Kérdeztem. Hogy nem lesz karácsonyunk, magyarázta. Juno nélkül. Ó, sóhajtottam. Én is ezen gondolkodom. Ide feküdhetek melléd? Kérdezte Augusta. Igen, persze. Augusta bebújtott a karó alá, és szorosan odahúzódott mellém, ahogy régen én is Juno mellé. Úgy feküdt, hogy a feje az arcom elé került, és a puha haja csitklandozta az orromat. Megszagláztam. Olyan illata volt, mint mindig. Szappan, tej és vizes gumicsizma keveréke. A világ legjobb illata. És Augusta igazi húsvérember volt. Hallgattam, ahogy a légzése egyre jobban lelassul, majd egészen megnyugszik. Mélyen aludt. Végül én is elaludtam, a kis húgomat átkarolva, miközben a haja az orromat csiklandozta. Amikor másnap reggel felébredtem, Augusta még mindig ugyanolyan mélyen aludt. Odakint már kivilágosodott. A függönyrésén bekukucskált néhány napsugár, és a kis húgom fejét sütötte. Ő röffent egyet, egyet, mocorgott, de nem ébredt fel. Nem mozdultam, csak őt figyeltem. Alvás közben még kisebbnek tűnt. Óvatosan kinyújtottam az egyik karomat, és átkaroltam. Vigyáznom kell rá, gondoltam, hiszen csak én maradtam neki. December 23-a volt, és csak én maradtam neki. Augusta 5 éves. Ha az ember 5 éves számára, nincs fontosabb a karácsonynál. Az sem számított, hogy szent este van a születésnapom. Annak viszont igenis volt jelentősége, hogy karácsony van, és hogy Augustának is legyen karácsonya. Óvatosan kicsusszantam a takaró alól, Augusta felrezzent, és pislogni kezdett. Aludj csak, mondtam. Hová mész? Kérdezte. El kell intéznem valamit. Mit? Ne kérdezz ilyeneket, mivel holnap karácsony van, és szenteste mindenkinek lehetnek titkai. Szenteste, ismételte meg Augusta. Hirtelen egészen ébernek tűnt. Szenteste, helyeseltem. Rámosolyogtam, aztán odahajoltam, megöleltem, és kisijedtem a szobából. Lesz karácsony? Kérdezte Augusta. Bólintottam. Megígérem. Igen, kell, hogy legyen karácsony. Augusta kedvéért. És úgy éreztem, már tudom is, hogy hogyan érjem el.